Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a halójárat műsorába. 17 órától a faápoló szakmáról, illetve annak hazai kihívásairól fogunk beszélgetni Ócsvári Gábor faápoló szakemberrel. Most pedig kettő, zöld fenntartásban kiemelkedően sikeres város főkertészével beszélgetünk arról, hogy mi a titka egy ápolt és rendezett parkokkal bíró városnak. Akkor tehát szeretettel köszöntöm Spanyárni Halász Szilviát Székesfehérvár főkertészét és Pádár Tibort Balatonfüred főkertészét. Köszönjük, Köszönjük szépen. Kívánok. Kívánok. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és kezdetben úgy terveztük, hogy külön-külön fogok önökkel beszélgetni, ám de egy szerencsés találkozás folytán abban maradtunk, hogy akkor inkább egy hárman beszélgetünk, és ennek tulajdonképpen én nagyon örülök, mert két nagyon sikeres város, illetve településnek a zöld fogunk beszélgetni, és hát természetesen nem titkoltan azzal a céllal hogy van itt még 3200 egyéb más település Magyarországon, és ott ki hol jobban, ki hol rosszabbul teljesíti azt, hogy hogyan lehetne itt mégis európai módon kinéző zöld felületeket alkotnunk. És hát én ugye Budapesten élek, és hát akkor, amikor keresztül megyek mondjuk Fehérvár belvárosán, vagy mondjuk Balatonfüreden, ahol azt hiszem 40 nel lehet menni autóval, tehát van bőven az embernek ideje nézelődni, akkor hát csak ámul és bámul. És tulajdonképpen erről a titokról szeretném egy picit önöket kérdezni leginkább, hogy önök főkertészek. Mi az, hogy főkertész? Mert szerintem nagyon sokan ezt nem is tudják. A főkertész intézménye gyakorlatilag egy olyan szakmai személy, aki meghatározza egy város zöld felületeinek állapotát, az ott a zöld felületen, közterületen történő eseményeket, a zöld területtel kapcsolatos szabályozásokat készíti elő, döntéshozattal előtt, valamint konkrétan a mi esetünkben, például Balatonfüreden én irányítom közvetlenül a közterületek fenntartását. Ön az önkormányzatnak ott egy alkalmazottja, vagy az önkormányzat megbíz egy zöld foglalkozó céget, egy vagyonkezelőt, vagyunk egy felületkezelőt, és ő neki, ön tulajdonképpen a főkertésze, a kertészmenőke? Balatonfüleden ez úgy van, hogy van egy Probio ZRT nevezetű településüzemeltetési ZRT, 100%-ban önkormányzati tulajdonú szervezet, és ott vagyok én a parkfenntartási részleg vezetője, de gyakorlatilag a főkertészi feladatokat látom el, de ez be a munkakörbe. Uh -huh. Silvia minden városban más nálunk az az érdekes, hogy az, az esetleg az egyedi, hogy amikor én oda mentem dolgozni, akkor már létrejött egy városgondnokság. Tehát ez a városgondnokság kivált a polgármesteri hivatalból, és Pocsán, ennek praktikus okai pra vannak nyilván, igen, hogy ne 8-tól 4-ig dolgozó közfivatalnak foglalkozunk a van, tehát a városgondosságon dolgozó embereket nap 24 órájába el lehet érni. Tehát amikor én odamentem, akkor már volt egy városgondosság, és nagyon sok kollégám már ott dolgozott. Na most valóban ez az önkormányzatnak a cége ez most se változott meg. Annyi változott, hogy 2009 óta, mint KFT működünk, egyre több feladattal, tehát a költségvetésünkből is látszik, hogy 5 milliárd fölötti pénzösszeggel gazdálkodunk. De gondolom ebbe a szemételszálltástól kezdve van, a tehát Én például, hogy hol helyezkedem el, én városüzemeltetésnél dolgozom, van egy igazgatóságunk, és én konkrétan ott dolgozom. Nincs főkertész a polgármesteri hivatalban, viszont akikkel nagyon szoros az együttműködésünk, az a polgármesteri hivatal környezetvédelmi irodája. De ön főkertészként dolgozik? És ha? én, én, uh -huh. ez, ez most már 24 éve dolgozom ott, előtte is volt főkertész, és most is van, és ez uh -huh. egy nagyon jó dolog szerintem, hogy uh, sok városban megmaradt ez a pozíció. A főépít mint ahogy van főépítész is. Beszéljünk majd egy picit erről, hogy mi az, hogy megmaradt, meg mi az, hogy most újra szerencsére hallunk főkertészekről, egy picit abból a szempontból is kérem, hogy mindenki a saját városáról beszéljen, hogy addig, ameddig ugye Székesfehérváron közel százer ember Igen. lakik, ugye teljesen más kategória, és ugye állandó lakosok vannak leginkább, addig Balatonfüreden kicsivel több mint 13 ezer ember lakik, és nyilván ez nem tudom valamilyen irányba persze elmozdul mondjuk nyaranta, tehát akkor egy hihetetlen nagy plusz terhelésnek vannak kitéve a zöld felületek. Hogyan néz ez ki akkor a mindennapokban? Hát ahol állandó lakosok vannak, ott nagyon jó ki lehet alakítani az állandó lakosokkal a kapcsolatot. Például ez egy nagyon fontos dolog. yeah <laughs> A mi munkakörünkben az egy nagyon elvárandó, és ez így működik is, hogy személyes kapcsolat van a lakókkal, a képviselőkkel, ismerjük nagyon jól a problémákat, hiszen rengeteget vagyunk kint a közterületeken, és így tudunk kommunikálni személyesen is a lakókkal, de természetesen elérhetőek vagyunk, hiszen megtalálhatnak minket a lakók a honlapunkon, tehát az elérhetőség a városi honlapon is van, tehát nagyon könny elérhetőek vagyunk, fogadóóráink vannak. Tehát az a talán a különbség, hogy ugyanazok az emberek jönnek télen-nyáron hozzánk, ővelük van a kapcsolat. Nyilván egy üdülő ö, övezetben, megint más. Alatonfüreden a 13 ezer állandó lakos azért ott van, tehát a település nagyságából adódóan elég sok közös képviselővel, közvetlen városlakóval van kapcsolatunk. Nyáron meg inkább a szálláshelyek, tulajdonosai, e, motelek, e, szállodák e, keresnek meg e, problémáikkal. Több e, vendéglátóegység e, zöldfelületét, valamint e, hotelek parkjait is fenntartjuk a önkormányzati zöldfelületek mellett. A ügyfelek, pontosabban, tehát a lakosság és a... E, szállodatulajdonosok, valamint a üdülőtulajdonosok. A Probiózé van egy ügyfélszolgálata, ami munkaidőben hívható, ott kereshetnek meg problémáikkal bennünket, valamint közvetlenül a ö, úgymond felettes szervünk a önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési osztályát. Ez azért fontos, amit például a Szilvő is mondott, hogy elérhetőek. Akkor ezek szerint mind a két városban elérhető az az ember, aki tud válaszolni a kérdésre. Mert az, hogy ez most szervezetileg hogy épül fel, ezt mi élvezettel hallgatjuk, de itt ugye abból kell kiindulni, hogy van egy marikanéni vagy egy Józsi bácsi, akibe egyszer csak felmerül egy kérdés. Most már aztán, hogyha letört egy faág az utcafrontomon, az a fa, akihez tartozik, én levághatom, nem vághatom. Mikor jön a zöld hulladékelszertől? tüzelhetek e Ültethetek egy gyümölcsfát? kivághatom a diófát? Most olyan kerületekben, ahol nincs főkertész, vagy településeken, ott általában valahogy bekerül a kérdésük, akár telefonon, akár levélben mondjuk az önkormányzathoz és nem tudja mondjuk a portás vagy az ügyfélszolgálatot eldönteni, akkor küldi a jegyzőhöz, vagy az elosztóhoz, és onnan mondjuk levelekre van, hogy két-három hónap múlva jön válasz, ugye mondjuk egy ilyen nagyobb település esetén. Itt viszont ez a teljesen felesleges köresz kimarad, hanem rögtön egy olyan emberhez lehet kapcsolni, aki ennek adott esetben ott van a mobiltelefonja, vagy gondoljuk, hogy a viharok azok valamilyen nem a hivatali időben törnek ki, hanem mondjuk szombat éjjel, akkor ne adj Isten, gondolom, önök épp úgy elérhetőek mondjuk egy adott ilyen krízis helyzetben, ugye? Így van. Igen. Olyan telefonunk van, ami a amivel elérhetőek vagyunk, telefonszámaink azok teljesen nyíltak, mindenki tudja, aki fölmegy, mondom, ezekre le. a honlapra el, megtalálhatóak vagyunk. Tehát ez még abba is segítünk, hogy mondjuk a Városgondnokság név szerint még feladatkör, leírás is van, hogy még pontosabban tudják azt, hogy a nyilván nem egyedül dolgozom, hanem egy csoportba Tehát ezek mind meg egyszerűsítik azt, hogy hogy minél jobban, el, könnyebben el se jutni az adott ügy hiszen valóban mindenki azt szeretné, hogy a problémáját rá valaki azonnal válaszoljon. Nálunk az internet világában most már működik egy, egy bejelentő, egy hiba bejelentő információ, oda is lehet írni, arra is azonnal válaszolunk, és ezzel is jelezzük mondjuk a lakónak, hogy az ő problémáját hány napon belül oldjuk meg. Tehát vannak határidők is. Tehát szerintem ez is nagyon fontos a kommunikációban, hogy az adott ha, ha Tudom, hogy 10 napot, akkor tíz napot várom. Adjon egy olyan korrekt választ, amiből tudni fogja a bejelentő, hogy ezzel a problémával hány napon belül fogunk foglalkozni, mikor leszünk készen, és ezt mondjuk elég komolyan ellenőrzik is, hogy határidőket betartottuk-e. Nálunk egy kicsit ö, egyszerűbb itt a nagyságrend miatt az ügyintézés. Tehát, Pont tízed akkor tulajdonképpen nem? Igen, igen. Ö, tehát ha hozzánk beérkezik egy panasz vagy bejelentés, gyakorlatilag egy-két napon belül kimegyünk a helyszínre, egyeztetett időpontba, megnézzük, hogy mi a probléma, és ott a helyszínen próbáljuk, vagy aznap még elhárítani, ha olyan jellegű a, a feladat. A, ha meg jogszabályi problémája van az illetőnek, vagy önkormányzatot érintő ügye, akkor a az ügy úgy is hozzánk kerül a város üzemeltetési osztályon keresztül. Tehát előbb-utóbb végül is minden ügy nálunk parkol, de ha jogi kérdése van, tehát például egy fakivágásnál, vagy egy közterület vagy egy közterületbeépítési szándéknál, akkor azt a hivatal intézi. Viszont ha nekünk van teendő, véleményt kell adnunk erről a problémáról, akkor, akkor szintén a önkormányzat tisztségviselőjével beszéljük ezt meg. Én még nem tudtam ki az a Pádár Tibor és hogy Balaton van főkertész, amikor jó pár évvel ezelőtt, hát nem kihallgattam, hanem tulajdonképpen ültem egy parkban Balaton Füreden, és a mellettem lévő padon két idős ember beszélgetett. És arról volt szó, akaratlanul is meghallgattam a beszélgetésüket, hogy hát régen nem volt ez azért így Füreden, ám de az új polgármester, vagy a nem tudom kicsoda, úgy döntöttek, hogy nagyon elkezdik fejleszteni a várost, és aztán is ez volt az érdekesség, amit mondtak, hogy is aztán valahogy a lakosok is ebbe bekapcsolódtak, illetve a vállalkozók is felismerték, hogy ez így mennyivel jobb lesz mindenkinek. Mert tulajdonképpen most egy picit arról szeretném, a beszélnénk, hogy eddig ugye arról volt szó, hogy van egy főkertész, van annak egy stábja, és tulajdonképpen a lakosság szolgálatába állunk, és ugye a a, az adófizetők pénzéből, ha ők betelefonálnak, hogy ez van, az van, akkor kimegyünk és megoldjuk. De akárhogy is, ez nagyon sokszor kicsit ilyen színházefektushoz vezet, tehát ő, valamilyen darabot előad az önkormányzat, és akkor sok lakos az úgy érzi, hogy ő arra befizetett, tetszik, nem tetszik a darab, és ehelyett pedig, amit itt az idős uratól hallottam, hogy hogyan tud ebbe úgy belekapcsolódni a másik két szereplő is, tehát mind a vállalkozások, mind pedig a lakosság, hogy aztán olyan utcafrontjaink legyenek, mint amilyenek mondjuk Füreden vannak a múló környékén. Balaton füreden 10 éve elkezdődött egy nagyon dinamikus közterületfejlesztés. Ennek a közterületfejlesztésnek azért nagyon komoly hozadéka volt. A vendégforgalom látványosan nőtt, tehát ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy aki a Balatonnál nyaralt és nem volt Balaton az nem volt a Balatonnál gyakorlatilag. Így tehát Így beszélj, Tehát nagyon köz, közkedvelt hely lett. A, a, másik, hogy ez a fejlesztés egy nagyon komoly ingatlan ár növekményt hozott, valamint egy nagyon uh, intenzív magántőke beruházást. De ebbe volt tudatosság az elején, vagy ez úgy magától alakult ki? Én úgy gondolom, hogy uh, a városvezetés az tisztában volt ezzel a tényel, hogy amennyiben szép közterületei vannak egy Balatonparti településnek, az arra kíváncsiak az emberek. Tehát nem mindegy, hogy a legnagyobb kánikulába egy ányékos, frissen öntözött, a végletekig tiszta sétányon sétál az ember, vagy egy gondozatlan közterületen kell eltölteni a szabadságának a drágán, drágán kifizetett szabadságának a pénzét. Még annyit szeretnék itt megjegyezni, hogy gyakorlatilag itt az adófizetők pénzén ez egy kicsit Balatonfüred esetében azért sántít, mert itt igazából ezt a színvonalú közterület üzemeltetést végül is az odalátogató turisták fizetik meg, mind parkolási díjban, mind strand belépő árában. Bár azért Magyarországon meg kell jegyezni, hogy azért ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt viszont akkor ezek szerint visszafordítják, tehát ráfordítják, mert azért nem mindenhol van ez így. Lehet, hogy néhány önkormányzat többet vesz ki, mint amennyit kellene ebből a bevételből, de Balatonfüred esetében a szükséges mértéket azt visszaforgatja az önkormányzat. A mi városunkban is vannak programok, amikről azért érdemes beszélni, mert akik, azok a városok, amelyek hasonló körülmények között dolgoznak, városvezetőknek érdemes olyan tanácsokat adni, ami működik nagyon jól. Tehát, hogy hogyan lehet bevonni, és hogyan lehet megbecsülni a közterületet, valóban akik előtt mi közterületen dolgozunk, mit, mit tudnának ők tenni, és akkor elindultunk egy olyan városszépítő programot, Virágosabb Zöldebb Fehérvárért, ami az elmúlt öt évben egyre sikeresebb lett, hiszen egyre többen jelentkeznek, ebben az évben már majdnem 700 jelentkezőnk volt, és képzeljük el, hogy ebben nem csak a családi házasövezetben élők, hanem ami számomra nagyon jó visszajelzés, hogy a lakótelepen élők is, igenis akarnak tenni azért, hogy szebb legyen az előttünk levő kiskertjük vagy a közterület, és az intézmények, a városnak az intézményei, óvodái, bölcsödéi, és bárki jöhet és pályázhat. És abban a pályázatnak az a lényege, hogy nyilván közös konzultációval megbeszélve, hogy milyen növény illik arra a területre, kapnak a pályázók tavasszal egy nyári palántát, muskátlit, ősszel pedig cseréket, évelőket. Tehát és az egész éves, amit megint, igen, lesz van, és, van és ez közterület, így van. Tehát ez azért fontos, mert uh, uh, nyilván nem tudunk eljutni minden kis kertbe, de értékeljük azoknak a... A városlakóknak a munkáját, akik az adott lakótelepen elhatározzák, hogy olyan, ki, mint a kiskerteket hoznak létre, ami mondjuk egy családi háznál van. Viszont a családi házasokat meg arra ösztönözzük, hogy a családi háza kerítése és az úttestig levő szintén közterületet tegye rendbe, szépítse. Tehát ez nagyon sokat jelent szerintem egy város megjelenésébe, hogy még közelebb kerül a városgondnokság munkája és a lakosság munkája. Itt láttam, hogy 2015-ben 93 darab családi ház, 21 darab iskola, önkormányzat intézmények 33 darab, akkor ott nyilván Igen. az ott, ott dolgozók is Igen, részt így vettek. A van, van. Vodák 25. Amit az, hogy nagyon tetszik nekem, mert például egy iskolába, óvodába meghívják, a szülőket, és közösen ültetnek, gondozzák, tehát ez az oktatásba is megjelenik, és lehet ez, a, ez már egy egész komoly környezettudatos nevelés is, tehát ezek későbbi évek alatt ezt tapasztaltuk, és ahogy telnek az évek, egyre jobban elterjed a városba, és egyre többen jelentkeznek. Ez lehetett volna olyan, hogy egy pár év múlva azt látjuk, hogy kevesebben jelentkeznek, de nagyon örülünk annak, hogy, hogy hogy megértették a lakók azt, hogy ezt szeretnénk kérni, hogy ők is tegyenek valamit, mi ezt megbecsüljük, és közösen csak akkor van értelme, vagy akkor lesz ebb a városunk, ha mindenki közösen együtt tesz érte. Ami nekem még nagyon tetszett, hogy azt írták, hogy a gondozatlan kert egy tulajdonosai három évig kizárással kerülnek a hasonló pályázatokból. Itt most nem a büntetés jellege miatt volt ez nekem igen, szimpatikus, hanem ezek akkor visszamennek és ellenőrzik. Igen, vissza, hát eleve ott dolgozunk. Tehát azért gondoljuk el, hogy most olyan területekről van szó, ahol a kollégák naponta dolgoznak, szedik a szemetet, látják. Na most, hogyha ilyen visszajelzést kapunk, akkor meg hát azért vannak párbeszédek, például olyan párbeszéd, hogy kerítse le azt a kis kertjét, hogy véletlenül tudjuk, hogy hol a különbség, meddig mehetünk mi, és melyik az a rész, amit már, már elvárná az az ott dolgozó, hogy ne menjünk be. Tehát ilyen beszélgetések vannak kollégák között, egymás között, tehát én azt gondolom, hogy ezzel csak előre visszük a dolgot. Amit Szilvia mondott, azt szeretném, hogy esetleg Tibor tovább tudná fűzni, hogy azt mondta, hogy szakmai szempontok szerint meg tudta győzni a polgármestert, vagy, vagy, vagy tudott a képviselőtestületre hatni. Tehát tulajdonképpen ugye azt tudom mondani, hogy aki kertész, pláne főkertész, az népművelő is, ugye? Hát hiszen a lakosságot tanítjuk, hogy nem tudom, nem kell szemetelni, öntözzük meg a fákat, stb. 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 De hogy ez akkor működik fölfele is, hiszen ön, hogyha oda került és megkapta a bizalmat, hogy ön főkertész, akkor nyilván önnek folyamatosan kellett reflektálni, hogy azért lesz jó, hogyha öntözzük a növényeket, igen, nem kell sajnálni, hogy csepegtető csövet fektessünk le. Tehát ez, hmm. hogy érzi most már így mondjuk tíz év távlatából ezt a típusú munkáját mondjuk a, a város irányába? Köszönöm a kérdést, mert ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani. Én 2009-ben kerültem Balatonfüredre, meg kell mondom, az első három év rettentő kemény volt. Tehát egy nagyon intenzíven fejlődnek a zöldteletek, nőnek, intenzívebbé válnak. Három év kellett ahhoz, hogy bebizonyítsa a parkfenntartási részleg, hogy az önkormányzati elvárásnak meg tud felállni. De akkor volt önkormányzati elvárás? Az önkormányzati elvárás az mai napig rettentő kemény, tehát gyakorlatilag meg kell mondanom őszintén, hogy a mi lelkesedésünk és a, a mi, hogy mondjam, szép tudatos, következetes munkavégzésünk kevés lenne. Tehát elvárják tőlünk mind a cégvezetés, mind a városvezetés, hogy Balatonfüred mindig a legszebb legyen. Tehát szó szerint, tehát az utolsó szemétig föl kell szedni, hétvégén ott kell lenni. Tehát magyarul, hogyha a polgármester mondjuk sétál egy sétányon, és azt látja, hogy ki van dőlve egy virág, akkor nem resben benyúlni a zsebébe a telefonjáért, és fölhívja önt. Mindenért. Hú, de jó. Tehát minden... <laughs> Mármint, hogy ez, ez uh -huh. persze ez kicsit kellemetlen. Ez... Kellemetlen tud lenni, de megmondom őszintén, hogy tehát 50 hektáron több szem többet lát. Hú, de jó. Azt megmondom, miért kérdezem ezt. Két nagyon konkrét helyszínem is van, de Budapesten sajnos számtalan ilyen helyszín van, Moszkva téren, vagy Szélkámán téren mm -hmm. több fa kiszáradt. Ez azt hiszem, most országos sajtó mm -hmm. is megjelent. A határúton is történt, ott van egy bevásárlóközpont, és előtte van egy park. Na most egész egyszerűen annyi történik, hogy kiszáradnak a telepítést követően, általában még nem veszik át a városok, mm -hmm. vagy ugye, a, a, az adott kerület a, a fenntartást, és még a, a kivitelezőnek mm -hmm. kellene a fenntartást végezni. Mindegy is, de Budapesten, hát önök is, ha jártak itt, akkor látják, hogy tucatjával lehetne fákat összevonni, ami egy annyira primitív dolog miatt pusztul mert nem öntözik. Na most ugyanakkor kis településeken, vagy ahol több szem többet lát, vagy ahol uh -huh. van gazdája, próbálom feltételezni, uh -huh. főkertésze a dolognak, ott ez nem fordul elő. És ez azért, ez azért nagyon fontos, mert akkor, ahogy mondták, hogy életvitelszerűen végzik ezt a tevékenységet, tehát önről sem tudom elképzelni, hogy mondjuk akár csak a családjával fajlaltozik uh -huh. vasárnap délután Fehérváron, és mondjuk látja, hogy valahol valami baja van egy fának, akkor szerintem még ott rögtön oda megy, akár is uh -huh. és megnézi, hogy a csepegtetőcső eltörötte, vagy mi uh -huh. történt. Tehát, hogy lényegében akkor itt egy ilyen folyamatos kontrollat van, és tényleg nem történt meg, hogy akár egyetlen darab fa is azért el, mert ott éppen mondjuk eltemelődött a csöpögtető rendszer. Így van, ellenőrzés van a mi részünkről, a kollégáink részéről, de ugyanúgy a lakók is kommunikálnak velünk, akár Facebookra, akár levél Tehát nagyon aktív ma már a lakosság a párbeszéd, én azt tapasztalom, hogy egyre több a bejelentés, amit természetesen helyén kell kezelni, meg kell tudni egy szakembernek jól indokolni, meg kell nyugtatni a lakót, minden probléma más. De az, az fontos, hogy legyen egy olyan párbeszéd, amiből ő azt érzi, hogy az ő bejelentésével foglalkozunk. És hát itt, itt tényleg csak azt tudom elállni mindenkinek, hogy ki kell alakítani részben képviselőkön keresztül a lakókkal azt a párbeszédet, ami működik. Tehát ennek azért megvan az eredménye, én úgy gondolom, hogy sok munka. Holott azért a lakókkal de, való de, kommunikáció az nem konfliktusmentes hát, menjen, ha kérnek, kérnek olyat, ami hát itt nem igen, lehet. De, de azért legtöbb lakót meg lehet győzni. Természetesen olyan stílusba kell válaszolni, hogy ez ne legyen sértő, nem kioktató de azt is látni kell, hogy a ma már nagyon kevés dolog van, ami, ami nem látnak. Hát közterületről van szó, a zöldet mindenki látja, ezért lefényképezi, beküldi a problémát, és, de viszont a jó dolgok is így, így lesznek országszerte, vagy Európa szerte ismertek, tehát ez, ennek van jó oldala, és van rossz oldala. Mindenkinek van véleménye. Fölmegyünk a Facebookra, azért van, ma már a városgondosságnak is, van Facebookja, a polgármester úrnak is, jönnek, jönnek, jönnek a lakossági megjegyzések. A konkrét kérdésére válaszol, tehát, mi is csak emberek vagyunk, tehát azért olyan mm. uh, Balatonfüleden 50 hektáron tartjuk fenn az ja, ölteleteket. Lehulik valahogy falevél nem lehet rögtön ott teremni. Csak a, hogy is mondjam, csak az elmúlt 5 évben 2000 facsemmelytet ültettünk el. Minimális volt a kár, tehát ebből. Most azt is azt mondom, hogy biztos, hogy volt olyan, ami a kollégáim, gondatlanságából szárad ki, de nagyon nehezen tudom én is elképzelni, hogy egy jól felépített szerzetben tömegével forduljanak elő ilyen hibák. A másik azért hozzá kell tennem, hogy nagyon a lakosság hozzáállásán nagyon sok múlik. Tehát nekünk is sok facsemetéket mentett már az meg, hogy a legközelebbi lakó rendszeresen locsolta, sőt, a kiserdőbe van egy olyan lelkes üdülő, aki nyaranta. 100 méteres kér tőlünk, és egész nyáron locsolja a frissen telepített. De, de ugyezek ez egy kitűnő együttműködés. Kinyitották a szájukat, azt Igen. mondták, hogy ha ti adtok egy százméteres méteres locsolót, akkor mi öntözzük. Így van, így van. néha ennyit múlik egy fa élete, hogy az közel lakó. Hát, hogy ha valakiben volt egy ilyen ötlet, Igen. akkor az nagyon gyorsan eljutott önhöz. Így van. Ennyi. Van. Ugye, mert Ennyi. az önkormányzati útvesztőbe elveszett volna ez a gondot. Lehet. Beszéljünk egy picit szintén egy rendszer szintű problémáról, de egy, egyre jobban zavarba vagyok, hogy akkor ezek a problémák valahogy, mintha inkább csak Budapesten lennének, és kisebb településeken, akkor ezek szerint, ahol vannak, van gazdája a zöld felületnek, ott ez nincsen. Itt azt lehet látni Budapesten, hogy Friss telepítésű fasorok garmadája megy ki, mert miután eltelepítették őket, a következő években a gyepet vagy a fűfelületet nyíró kollégák. Most már egyre több szó hangzik el erről, de azért a korábbi években ez általános volt, hogy a hány részét lenyírták ugye a gondozás következtében, mert teljesítménybérben dolgoznak alvállalkozó alvállalkozójaként, és így aztán megsírul a hányos része, és gyakorlatilag ugye kuka az egész fa. Most már egyre több helyen láttam, hogy egy ilyen gumivédőcsőt tesznek oda az alsó 20 cm-re, ott önöknél az alvállalkozók munkája, hiszen nyilván nem saját állományjal oldják meg ennyi hektárnak a fenntartását, az alvállalkozók munkáját ilyen szempontból önök szakmailag ellenőrizhetik, és erre, erre, erre a rendszer szintű problémára például van jó válaszok? Igen, na most uh, már nálunk á, uh, saját dolgozók dolgoznak, de volt olyan időszak, uh, 2009-ig, uh, amíg uh, alvállalkozók dolgoztak, akkor olyan szerződést kötöttünk, és ezt tudom ajánlani annak, aki még mindig alvállalkozóval végzi ezt a munkát. De az nem ördögte való egyébként, azért nem. Uh, semmi probléma, csak nálunk már van annyi saját munkaerő, tehát amikor mi KFTV alakultunk. Ez a közmunkások akkor, miatt közm És saját dolgozók, uh -huh. akik állandóan dolgoznak. É, de korábban voltak a vállalkozók azért mondanám el azt a példát, hogy három év után vettük át a fát. És három évig ő nyilván odafigyelte arra, hogy hogy, hogy gondozta, hogy magyarok, ápolta. Magyarok, nem az van és a szerződésben, hogy egy évben mondjuk háromszor meg kell öntözni, hanem ad, annyi igen, kell. három így, az, év kell. után lett teljesen uh -huh. kifizetve az az összeg. Ez azt én mondom el, mert egyszer így beszélgettünk szakmai körbe, és mondták, hogy ez nagyon jó ötlet, hogy az eltelepített fa, mondjuk ha össze van eltelepítve, az következő év tavaszán lehet eldönteni, hogy kihajt-e vagy nem. Ugye? Tehát össze nem kéne átvenni a fát, mert hát akkor nem van, lehet. Persze. Na most mi ezt meghosszabbítottuk, és azt mondtuk, hogy vissza volt tartva, amennyit a jogász megengedett annyi százalék, de elég komoly százalék. De általában a fenntartást ugyanaz a cég, mert ugye az úgy logikus. Végezte, uh -huh. így ne, mutogatni, mint a, a burkoló meg most a uh -huh. Neki Akkor ő nyilván, ha következő évben nem valami probléma volt a fával, és nem az ő volt, akkor tudott a faiskolának reklamálni, mert hát olyan is van, hogy a faiskola ad, ilyen is már nem történt. Nem minden volt évben. jó megfelelő, így van a földladdázás, tehát ilyenekkel is már találkoztunk. Most amik, aki vállalkozóval dolgozik, annak ezt tudom ajánlani, hogy ő végezze akkor egy, legalább két évig minimum a, a, fának a fenntartását, a gondozát, és csak utána vegyék át. Természetesen a saját munkerő az azt jelenti, hogy oktatással meg kell tanítani. Tehát ez egy olyan szakma, aki mondjuk közmunkás, azt is meg lehet tanítani a példamutatással, az állandó dolgozók megtanítják, hogy hogy kell ültetni, és ugyanazok az emberek gondozzák. Tehát ha ugyanazok a munka folyamatot ugyanazok a brigádok végzik, Kicsi akkor azért van, is érzik. Saját, így van. Ez nagyon fontos szerintem, mm. és ez egy, ez akkor már a sikernek az egyik kulcsa. Mindketten úgy beszélnek, én nem tudom, hogy pontosan mivel foglalkoznak, de hogy mint akik kint vannak az emberekkel is. Így van. Ugye? Tehát ezt hát ez jó ez sejtem a, a mondat. Hát így van, saját, saját dolgozókkal Ezt dolgozom. íróasztal mögül nem lehet csinálni ezt a nem, munkát. Ez én nem, nem is, is hogy mondjam, a kedvenc munkahelyem az íróasztal hmm. mögött. Én folyamatosan kint vagyok a területen, viszont itt a vállalkozóknál meg kell jegyeznem, hogy a lelkismeretesség, ha nem is annyira, mint a mi dolgozóink, akik évtizedek óta ott vannak, de ők, ők tőlük is, mivel helybeliek, akik végzik a munkát, tehát ők is sajátjuknak érzik azért, a, meg büszkék arra, hogy egy olyan Balatonfüledi, parkfenntartásnak a, a részeként. Hát Hiába alvállalkozó... Ki Kiteheti azért a honlapjára, is hát azért hát az, igen, az így lehet van. vele büszkélkedni, így, így van. de nagy, nagyon sok alvállalkozónk nyert el úgy munkát, hogy ő azt mondta, hogy a balatonfüledi közterületen is dolgozik, vagy nagyon komoly beszállítók uh, köszönhetik uh, nagyságukat annak, hogy Balatonfüredre szállítanak be. Ez, ez ma már egy rang. Egy márka, igen. Így van, egy márka, egy védjegy de megköveteljük. Tehát napon, minden héten szemlézzük a területeket, mindent jegyzőkönyvbe veszünk, és ha nem hajlandó kijavítani, akkor anyagi szankciók. Picit beszéljünk a, még a kommunikációról. Most Budapesten is végsőpedig ilyen zöld hisztéria. Bárhol már egy fát ki akarnak vágni, akkor megjelennek tiltakozók. Nem akarok belemenni, mert ez egy külön téma, valahol jogos, viszont ma már az is sokszor előfordul, és most itt konkrétan erre szeretnék rákérdezni, hogy tudok egy kerületet Budapesten, ahol volt egy előregelett házfasor. És pontosan amiatt, mert hogy teljesen ö, káosz van a fejekben, amit lehet kivágni és uh -huh. mit nem lehet kivágni ö, területén, nem mert az adott önkormányzat kivágni azt az előregedett uh -huh. tájépítész, kertész, parkfenntartói, főkertész szempontból egyértelműen a cserére szoruló fasort, meghagytak itt a minden harmadikat, és közé telepítették az újakat. Na most ugye az úgy nem lesz szép egységes fasor. Mit kellett volna csinálni ebbe a be Kellett volna egy olyan főkertész, mint önök, hiszen önök, mint főkertészek, és kérdezem, hogy ez így van-e, ha mondjuk van egy ilyen fakivágás, vagy siklóson volt a platánfacsonkolás, és hát ugye azok, akik nem értenek hozzá, legjobb esetben is ugye leveri a víz, hogy micsoda barbár dolog, és aztán akkor tele megy a Facebook oldal mindenféle szakmaiatlan gondolatokkal, hogy ilyenkor önök kimennek, Kitesznek egy táblát, tartnak egy workshopot, és elmondják, hogy emberek ezeket, én kertész mm. vagyok, főkertész azért kell kivágni, mert, és mm. ez lesz helyére. Tehát ez így működik, mert akkor mondjuk Budapesten az adott keletnél is meg lehetett volna újítani azt a fasort, illetve azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen fafelújítási problématikának ki lehetne húzni ezzel a méregfogát. Mm. Ez, ez, ez hogy működik önöknél? Nálunk talán 20 évek ezelőtt kezdődött az, hogy a fakok műszeres vizsgálattal döntöttük el ezeket a vitákat. Tehát le, olyan... le is van kommunikálva? Persze, hát természetesen vannak olyan fák, amiről nem lehet eldönteni, hogy milyen a fának a belseje. Tehát történtek olyan balesetek, amikor kidőlt olyan fa, ami kívülről látszott, nem látszott semmi rajta, és mégis kidőlt, és amikor kidőlt, akkor láttuk, hogy korhatta belseje. Tehát e, már akkor elkezdődött a szakmába az, hogy ez egy nagyon fontos és egy objektív vizsgálat lenne, e, lehetne, és próbálja meg minden több önkormányzat megvenni ezt a műszert, hiszen ez a műszer, e, most aki érdeke, akit érdekel, az, az utána tud nézni, tehát ez egy objektív mérési adatot ad itt a hangsebességéről. Ezt ezt, ezt, elfogadta nálunk a környezetvédelmi iroda, tehát tartottunk egy olyan egésznapos bemutatót, lejöttek Sopronról, Sopronból eljöttek, akik ezt, ez egy magyar találmány, megmutatták, hogy ez hogy működik, és akkor úgy döntöttünk, hogy ezentúl a vitás kérdésekbe el fogjuk fogadni. Mert ha egy polgármester azt mondja, hogy ezt ki kell vágni, vagy senki nem mond semmit, és kivágnak egy fát, abból felzúdulás van. Uh -huh. Joggal vagy nem joggal. De én olyat még nem láttam, és akkor ezek szerint ezre a megoldás, Igen. hogy kiáll egy kertész, aki azt mondja, hogy műszerrel megvizsgáltuk, Igen. itt van az eredmény, ezt azért kell kivágni, Igen. mert én élő embert még ezzel nem láttam tiltakozni Magyarországon. Igen. Tehát ez a mai műszeres vizsgálat, ez, -ez fényképet De is önök ad. utána ezt le is kommunikálják a felületek a Tehát ez mindig úgy jelenik meg, aki ezt elvégzi ezt a vizsgálatot, ugye ennek van egy, egy, mint egy fénykép, lehet látni pontosan, hogy a fa belső része hogy néz ki, nagyon pontos adatokat lehet arról végezni, például nálunk az Icsiligetbe történt a, a száz éves fáknak a megújítása, hogy hol kell majd levágni azokat a fahágakat, amelyekkel meg lehet menteni a fát. De ezt, ezt anélkül, hogy először is nem végeztük el ezt a vizsgálatot, ez az első lépés, és utána kommunikálni kell, hogy melyik fával mit teszünk. Egyikkel ezt fogjuk tenni, a másikkal azt, és most már nagyon örülök, amikor úgy meghívnak egy olyan előadást, hogy be tudom mutatni, hogy eltelt egy pár év, és ezek a fák gyönyörűen zöldek, ö, megmentettük az életüket, és helyreálltak, nem kellett kivágni, viszont volt olyan fa, amit muszáj volt kivágni, de mellette levő fa, Uh, újra életre kell, és talán be is növi voltak olyan helyek, ahol a két egymás mellé kerülő fa sokkal jobban fejlődött, és talán nem is kellett pótolni azt, de ez minden területen egy, egy konkrét vizsgálati módszer. Tehát én ezt tudnám szintén ajánlani, hogy ezt elfogadják a lakók, ez egy objektív, mert ránézésre nem mindig lehet eldönteni, hogy az a fa mennyire baleset igen, de még egyszer én azt emelném ki, hogy utána a fa mellék kvázi odáll egy kertész, aki azt mondja, hát ez hogy ez a szakmai véleményem. Hát a legfontosabb dolog ez, viszont azt is megemlíteném, hogy a, ahogy a három év alatt az önkormányzat elfogadta a parfentartási tevékenységét a cégünknek, így a lakosság is egyre jobban, sőt, ma már azt mondom, hogy száz ban elfogadják. A munkánkat, tehát mi nagyon ritkán kerülünk vitába a lakossággal. Egy minden évben 100 km feletti vihar végig söpöl Egyik évben erősebb, 2010-ben is volt, az idén is volt július 13-án. Látta a lakosság, hogy minden olyan fa, ami egy kicsit is gyanús volt, hogy ki kellene elvágni, az mind ketté tört. Tehát Látják, hogy ez nem veszélytelen dolog olyan fákat meghagyni. Több, több milliós kár keletkezett egy májusi, májusi vihar, egy udvaron, bent álló udvaron, egy fába, vagy egy autóba, egy közterületi fa borult ki. Tehát látja a lakosság, hogy ez, ez nem babra megy. Tehát amikor mi oda megyünk, tehát teljesen kívülről, teljesen épp fánál, teljesen jogosan. Zúgolódik bárki, Itt bár, Arra bárki, kell gondolni, hogy a villanyvezetékek miatt barbárul levágják, stb. stb. Ezt meg kell jegyeznem, hogy Füreden ez nem történhet meg egy valamiért, mert az összes közterületi fát az önkormányzat által megrendelt és fizetett szerződés alapján mi, mi gaja. Uh -huh. Tehát az EON közterületi fához nem nyúlhat hozzá, és szakszerűen. Azt szeretném mondani, hogy fehér váron se. Tehát ez is nagyon fontos. Uh -huh. A városnak a, a fáit. Mi tartjuk fent. Uh -huh. Tehát ezt ez, ez nem lehet átadni senkinek. Mert hogy egyébként hadd kérdezem meg, hogy a, és most ne is mondjunk konkrét cégnevet, tehát akik mondjuk a, a saját villanyvezetéküket uh -huh. védik, ők oda nem kertészeket küldenek, hanem azt mondják, hogy gyerekek vágjatok bele egy V-alakat. Valóban így van, ezt csinálják. Meg ez a feladatok. Ez a feladatok, is. ők folyóméterre dolgoznak, és, és számolják azt, hogy mit ír elő a jogszabály, hogy egy adott vezetéknél, Igen. És, ott és Ott elvágják Na most ez az, ami nálunk is tavaly volt egy ilyen szörnyű eset. Igen. Szerencsére polgármester úr döntött, és azt mondta, hogy befejezte. Tehát ez akkor a lakossági felháborodás kezdett. Ez jogos? végül is. A jogos. Lakosságot. Tehát azóta megkaptuk ezt a feladatot, a városgonokság rájöttünk arra, hogy oktatás és a saját kollégákkal végezzük, hiszen valahol az önkormányzat feladata a közterületen levő fákat tartsa fent. Ne várjuk meg, hogy az EON menjen oda, és, és őket is meg kell érteni, de ezt mind meg kell előzni. Persze. Tehát ez, ez egy nagyon, megint egy felelősségteljes munka, hogy sok esetben 30-40 évvel ezelőtt rosszul kiválasztott fafajok, mert nem gömbformájú fa van mondjuk egy vezeték alatt. hanem Vagy a vezetéket más. valamilyen nem vették még a földbe? Hát azért vannak hibák, amikre mi már figyelünk arra, hogy milyen fa kerülhet egy vezeték. Alámkor friss ültet, új fákat ültetünk, de örököltünk olyan fákat, amit 30-40 évvel ezelőtt nem figyeltek oda. Ezeket viszont ö, fenntartani kell, és gajazni kell, csak nem mindegy, hogy, hogy, hogy hogyan végzik. A, a főkertész a az tulajdonképpen ö, önök úgy érzik, hogy szinte olyan kulcsfigurája lett a városvezetésnek, mint mondjuk egy főépítés, tehát a polgármesterrel, és mindegy, hogy most ki az adott, mm. pont, mondjuk a nevét sem mondjuk be semmi városban, mert nem ez a lényeg, mm. hanem aki most a polgármester, akár Füred, akár Fehérváron, önök tulajdonképpen szinte mondhatni napi kapcsolatban vannak, tehát hogy, hogy beszélget önökkel, mm. kikéri a véleményüket, mert mondjuk például a keresztül tolni egy ilyen történetet, hogy ne a, most akkor az uh -huh. EON végezze ezeket a munkákat, hanem hanem ez kerüljön át az önök hatáskörébe, uh -huh. azért ez egy óriási uh -huh. szakmai bravúr, és ezért uh -huh. csak gratulálok, mert azért ez, ezt most csak úgy elmondjuk egy mondatba, de ez nem kicsi dolog. Nem. Hát Tehát ez ezt akkor azért na, érték el hogy a munkájuk hogy, kapcsán? Hát azért a napi kapcsolat, az nálunk az ügyvezető igazgató tartja polgármester a kapcsolatot, de mivel hogy én vezető vagyok, én én nyilván el tudom mondani a főnökönnek, és ő, ő úgy tudja ezeket továbbítani. Magyarul, hogy az a kérdés, hogy a főkertészi, hát szakmaisági ez érvek, ez azok el, eljutnak ez a persze. El, hát meg azért meg kell látni, hogy egy. Egy városvezetésnek végül is eh, létkérdése az, hogy egy szakmai problémába a háttérbe valahol egy szakmai eh, véleményt meghallgassanak a döntés előtt. Tehát nekünk kon több konkrét esetünk is van, sajnos vállalkozók, eh, eh, hogy is mondjam, nem a legszebben néznek rám néha, uh -huh. mert mikor a polgármester úr megkérdezi, hogy egy. Eh, üzletnek a teraszának a bővítésénél, hogy nekem mi a véleményem, és én elmondom, hogy én nem tudom támogatni egyetlen egy négyzetméter zöld terület leburkolását sem. Ebből persze vannak konfliktusok, de szerencsére a város vezetésekben mindig partner. Sőt, meg kell, hogy jegyezzem, hogy az elmúlt öt évben a Balatonfüred zöld területei minden fejlesztés esetében nőttek. Tehát tehát több, több tízezer nézetméter. Tehát akkor a parkfejlesztés nem térburgolás jelent akkor a szerint... hát Ez is egy jó hír. A kivágás, visszapótlás jelent. Tehát amikor egy, kivágnak egy fát, hogy értsék a hallgatók, az egy méter magasságba le kell mérni a körméretet, és annyi fát kell visszapótolni. Ha most, hányszor, ha hányszor belefér, mondjuk, hogy egy 20 centis átmérőjű. Balatonfület területén. Ez most, most fehér de, de De remélem ott is így van. És vagy azon a területen, vagy a környező területen. Tehát nem tűnhetnek el a fák. Ez is egy Igen. fontos dolog, hogy milyen feladataink vannak. Ha mégis ki kell vágni egy fát. Például mi városunkban az 50-es években nagyon sok nyárfát ültettek, amikor voltak ezek a nagy lakossági faültetések. Voltak és, ilyenek? És voltak, ezt mesélte az, akkori, az akkor dolgozó megyei főkertész, hogy bizony volt, aki fölépült mondjuk a lakótelep, és akkor osztották ki a lakóknak a fákat. erdészeti csemetékkel. Oszták így százasával van, a nyárfákat? Így van, teljesen, így, a igen. Igen, tehát Szerencsés ez minden városban, na, na, nyárfával, ugye, aki ismeri, azt tudja, hogy rövid életű. Tehát ezeket a fákat már, amikor oda mentem dolgozni a, a városgondoksághoz, már akkor figyelmeztetett egy erdész, hogy figyeljük, itt a nyárfák, amíg el nem tűnnek, a városból addig folyamatosan figyelnünk kell, Persze kéne a nyárakat látni, hogy 20 év után már ifjítani kellett. Most mm -hmm. kap még egy tíz évet, igen. és tulajdonképpen ennyi volt az élete. Igen, Vagy igen. Vagy a nigra italikákat, ez a jegeni nyárakat félbe kellett igen, várni így most így a van, 2018 meg lehet egy kicsit igen. Le az élettartalmát hosszabbít tehát ezt az ember örökölte, ezt az állapotot, erre figyelmeztettek már akkor, amikor idejöttem dolgozni, és azóta is ezek témák, tehát ilyen feladataink minden városban más, nálunk például a nyárfa, amiért nagyon oda kell figyelni, mert nagyon baleset veszélyes, és természetesen, ahogy elmondtam, azzal az elve cseréljük le hosszabb életű fákra, és pótoljuk vissza, hogy ne tűnjenek el a ha az elmúlt éveket nézzük itt Budapesten, akkor bizony nagyon sok olyan év volt, amikor június végétől november végéig egy csepp eső nem esett. Nyilván mm. akkor Füreden meg Fehérvárom se sokkal több. És az utolsó tíz percünkben vagyunk benne, úgyhogy azt szeretném, hogy mindenki egy picit így elmondaná a saját vízióját a városával kapcsolatban, mint főkertész. Leginkább azt végig gondolva, hogy azt látjuk, hogy az asszály, ezek a kíméletlen nyarak, a bebekövetkező viharok, azok bizony csak a legerősebbeket hagyják mm. lábon. És ez nyilván a fajta választásban is, az öntözésben, a fenntartásban, mindenben le kell hozzávonni a szükséges tapasztalatokat. gondolkoztak -e ebben, illetve hát milyen füredet lát maga a következő 10 15 évben? Füred esetében egy nagyon fontos momentum biztos, hogy a jövőben döntő lesz ez a kis erdőben lévő fekete fenyők esete. Ezt a száraz, szélsőséges időjárást nem nagyon bírják. Tehát itt biztos, hogy le kell cserélni. Egy pillanat csak hadd meg, hogy akkor ön is úgy gondolja, hogy mondjuk hogy az elmúlt 5-8 évben messze szélsőségesebbé vált az időjárásunk, mint mondjuk a korábbi évtizedekben? Biztos, hogy ez, 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 aki a közterületeket járja, vagy a közterületek fenntartásában vesz részt, az rengeteg példát tud hozni arra, hogy amit 20 évvel ezelőtt nem volt, az az elmúlt tíz évben. Pedig a fekete fenyő egyébként egy... <laughs> Igen, de egyszerűen ezeket a hőhullámokat, ezeket a száraz, meleg szeleket, tartós vízhiányt, itt van például a Füreden, gyakorlatilag 2010 óta asszály van. Az elmúlt 2016-ban, az elmúlt két hétben több mint 100 mm eső esett. Tehát igen, de azért a fák nem kaktuszok, hogy addig ég, vegyék igen. fel a vizet, ameddig van. Tehát, hogy így fölveszik, van. de a többivel nem tudom mit kezdeni. Így van. A másik, azt is hozzá kell azért tenni, hogy a kártevők nincsenek ezek a hidegtelek. Sokkal több kártevő át, áttelel, ezek megtizedelik. Legyengítik a növényeket, így sokkal kevesebbet bírnak. Most, és akkor még az UV, ami nem látható, ezt ne, nem tudjuk, hogy mekkora kárt ez. A, a faiskolákban nagyon sok helyen, ahol nincsen el, egyszerűen látni, hogy kifakul a növények levele. Ezt közterületen önök látják? Közterületen én nem mondanám, a hogy. A ezt, hogy ez, hogy ez hmm. látszik. Biztos van napégés, amit meg lehetne figyelni. Állományban, faiskolában, táblában sokkal inkább szembetűnő, mint egy-egy növény megfigyelésekor. Én inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy uh, amit ön is említett, uh, ezeket a száraz nyarakat elviselni például a Balatonfüreden egy déli lejtős szikla tetején, ez, ez biztos, Szükséges hogy... felforosulik a talaj. Így van. Tehát gyakorlat meg az a levő kőzet is, tehát ezt nagyon nehezen tudják elviselni. Mi, uh, mi avval védekezünk, hogy minden frissen uh, vagy újonnan uh, kialakított zöld területet öntözőrendszerrel ö, létesítünk. És Ez vizel. öntözik, vagy csapvízzel? Is, is. Ö, tör, arra törekszünk, hogy ahol lehet ö, patakból vízkivételi mű építésével, talajvízkuttal ö, lássuk el a öntözőrendszereket vízzel, és, és meg kell mondani hát. őszintén, hogy minden egyes növényt minimum három évig Folyamatosan. Kell. Folyamatosan, mm -hmm. kell. ugye kikerülnek a faiskolából, ahol Igen. tulajdonképpen naponta Minden, négyszer, legyen. ötször ment a tápanyaggal Igen. dúsított Igen. víz, Igen. és akkor sokan kiültetik közterületre, vagy Igen. akár a házuk elé, és csodálkoznak, hogy mitől nem marad életbe magától. Mi Fehérváron nagyon jó helyzetben vagyunk, van, van közel hozzánk egy faiskola, most vagy kimondom a nevét, ne. vagy nem mondom, de az azért fontos. Jö, de ezt akadályos kérdezni, hogy hazai termelőtől vásárolják így a van. fákat? Tehát ez például fontos, hogy olyan helyről ö, vegyük a szaporítóanyagot, ami, az ég, ahol az a fa nevelkedett, hasonló éghajlata van, ez nem mindegy hogy hol, merve van, ahonnan nem vehetjük, ahonnan más a ta, aminek más a talaja, az ott, tehát például ez egy... Mondjuk egy Vasmegyei e, vagy Zala-megyei kerteszedő, kevésbé választanak fát? Igen, kevésbé választunk. És akkor még nem beszéltünk és, a holland meg az olasz importról, ahonnan pláne. Ott, ott meg, vég, onnan meg végképpen vásárolunk. Na most én ezt akárhol él és dolgozik egy szakember, ezt tudnám ajánlani, hiszen oda-vissza kell egy jó kapcsolat, tehát amikor megvesszük azt a, a fát, azért azt meg kell nézni, hogy hogy működik a városba. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy, hogy egy jó kapcsolat kialakult Fehérváron, hogy tesztelik, a faiskal is teszteli az, hogy nálunk az a fa, amit tulajdonképpen ajánlott, az, az valóban jó-e, hiszen neki aztán később ez referencia lesz, de fogadja el azt is, amikor reklamálunk. Tehát, ha valami nem sikerül, és lehet, hogy azért nem sikerült, mert mert mi nem tudjuk azt a, a négyszerű ütvést, vagy, vagy azt a gyakorít, akkor meg kell változtatnunk. Tehát azért a mi gondosságunk az elmúlt évben, és most már szerencsére egyre több ilyen bemutató van, amikor őszintén lehet beszélgetni, és nem arról szól, hogy a faiskol el akarja adni, hanem beszéljük meg, hogy mik a problémáink, mit tudunk a fenntartásba megtenni, és nyilván az a növény, amelyiknek kevesebb a növényvédelmi problémája, vagy kevesebbet kell öntözni, azért azt egyre inkább előszeretettel ültetjük a parkba. De itt megint csak egy érdekes dologhoz, hogy akkor önre, mint főkertészre hallgatnak, hiszen az elfelejtsük, hogy a növényeket mm. közbeszerzésen keresztül szerzik van, be a városok. De van. hogyha ön azt mondja, hogy már pedig ön ettől a fajiskolától szeretné, nem, szakmailag. közbeszerzésbe kell mindent beszerezni, tehát azért nem Nálunk, ez, nálunk Fehérváron így van. Ez mindenhol e -e... így van, csak hogy azt akartam mondani, hogy nyilván itt szakmai érveknek kell, -e -e. hát ha nem is felülírni, hanem ezeket ugyanúgy meg kell fontolni. Hát a, minőségi, a minőségi elvárásainkat kell számszerűsíteni. Tehát úgy kell becsempészni a közbeszerzési kiírásba, hogy igenis ne csak az ár, hanem a minőség, a garancia, a fajtának a megfelelősége ez számítson az elbírálást. És, 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 és kérni ez... Meg a referenciák. Uh -huh. Van egy történet, nem tudom, hogy igaz-e, hogy a szocializmusban ez úgy működött, hogy akartak felújítani egy új utat, és mit tudom, tudták, hogy most 1960 van, és 1965-ben lesz felújítva az út, és akkor már akkor szóltak a kertészetekbe, vagy a kertészetbe, uh -huh. hogy ide kellenek majd óriási fák, uh -huh. vagy nagyobb koros fák. És akkor egy kertészet föl tudott készülni, uh -huh. és öt év alatt mondjuk ki tudott alakítani egy olyan korona formát, uh -huh. Egy kicsit idli a kép, de mondjuk el nem tudom rossz, képzelni. Nem e, rossz, rossz, e rossz, és ez ugye megint úgy működik, hogy az, jó. hogy közbeszerzéssel szerzünk be téglát vagy térkövet, hát ugye azt le lehet gyártani. De jó. ahhoz, hogy a városunkba jó. fákat ültessünk, ugye hát nem tudom, most gondolj a brunci faliskolára Németországban, jó. ugye, de hogy Magyarországon is, hogy ahhoz kell egy nagyon jó kapcsolat a kertészet és tulajdonképpen a, a fogyasztó között, tehát a város között, hogy gyerekek, mi szeretnénk öt év múlva felújítani ezt a teret, és már én most, mint főkertész, ezt a jó. háromféle fát fogom tudni ide elképzelni, és akkor nekik el kell, kell indulni ezen az úton. Igen. Hát ezt a főkertnél láttam, vagy tapasztaltam, ott mindig is így működött, hogy volt egy saját faiskolája. iskolája. mondjuk a mi városunknak nincs a saját faiskolája, de amit mondott, az teljesen elképzelhető, hogy előre nevelik a fákat, és pontosan tudják, hogy majd hova kerül. Amit az előbb a Tibor mondott, jelen esetben nekünk ez a felelősségünk, hogy Uh, ellenőrzés, olyan műszaki kiírás, ami, amibe azért ki tudjuk szűrni azokat, akik uh, nem megfelelő, nem tudják azt a minőséget biztosítani számunkra a elvárás. Itt azért, itt azért a fákról, hogy beszéltünk, uh, mindenféleképpen uh, médiában el kell, hogy uh, hangozzon uh, a köszönet a Magyar Faápolók Egyesületének, meg a Dísz uh, Kertész, uh, Szövetségnek, uh, ugyanis uh, utcai sorfák néven készítettek Magyarországon egy, egy, egy ajánlást tár, egy ajánlást hogy Magyarországon utcai sorfának és ezt ő, mind az önkormányzat, ő, mind a lakosság igen, tudja használni. Így van, így így van, így van így. ez az interneten is elérhető. Uh -huh. igen. És ha jól tudom, vagy amennyire én kiolvastam abból a fajta listából, az leginkább azért a, hát a hazánkban jól igen. működő fákat preferálja. Igen, így van így van a fa hát Erre iskolát, nagyon oda kell igen, figyelnünk igen, nekünk is, hogy nem külföldről vásároljuk természetesen. Szigorúan egy-egy percben uh, mire a legbüszkébbek mondjuk az elmúlt évek munkái kapcsolatban, akkor ha. valakikkel együtt ültettek, vagy egy Aha. fát meg tudtak menteni. Csak nagyon röviden. Gondolkozzál szívem, nekem megvan. A nekem, nekem nagyon sok. Én, én amit nagyon szeretek, azok a közösségi munkák, tehát én egy olyan típusú embernek tartom magam, aki nagyon szeret közösségbe dolgozni, amire büszke vagyok, az a Virágos Magyarország versenyben elért hazai és európai eredményeink, amiben részt, részt vehettem ebben a munkában, abban, hogy Fehérvár jár egy olyan programba, ami a, mert közös a virágunk, olyan gyerekekkel dolgozunk közterületen, akik valamilyen mássággal élnek, és nagyon jól tudunk a kollégákkal együtt dolgozni. Tehát ezek működnek, jól működnek, ha bárki eljön hozzánk, meg tudjuk mutatni, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Úgyhogy én talán a kollégákkal elért közösségi munkámért vagyok a leginkább boldog és büszke. Köszönöm szépen! Balatonfüreden nekünk, vagy nekem, és ezt elmondhatom, hogy nekem sikerült egy olyan ütőképes parkfenntartó csapatot építeni olyan motivációs rendszerrel, hogy évek óta egybe van, nagyon jó szakemberek. Mit értünk motivációs rendszer alatt? Meg kell mondani, hogy a, a mozgóbérrel, tehát nálunk... Ezt évek, ön alakította ki? Egy részét örököltem az elődömtől, de ezen bőve jó, tehát megdupláztam, és ezzel egy olyan ösztönző rendszert sikerült kialakítani, ami alapján az egész kollektíva lelkesen, teljes odás, odadással végzel a munkáját, és én úgy érzékelem, hogy a jövőben is a bérfejlesztés és a béremelés kapcsán egybe tudjuk tartani ezt a csapatot. Köszönöm szépen. Akkor Spanyárné Halász Szilvia Székesfehérvár főkertészét és Pádár Tibor Balatonfület főkertészét hallották. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.